Az újlevéli bölcsöde gyermekei, valamint az édesanyák engedték fel a lufikat még 2021. szeptemberében az új intézmény hivatalos átadásán. Apró mosdók, fürdőkád és pelenkázó, de színes vadonatú játékok is várták a levélfalvi manók bölcsödében a település egy szeptembertől. Levélen 60 év után nyilhatott újra bölcsöde, amire óriási volt az igény, kezdetek óta teltházzal működik az intézmény. Ez volt a levél legnagyobb beruházása az elmúlt években, a 2021-es esztendőt pedig igencsak megnehezítette a koronavírus járvány. Kisbéla, mint fogalmazott, az összefogás és a végletek éve volt a tavalyi, hiszen mindenkire óriási teher hárult. Minden emberben kifejezetten nagy volt a felelősségtudat, és próbálta a munkáját ennek megfelelően ellátni. Igaz ez. Az önkormányzat dolgozóira nagyon sokat segítettünk a lakosságnak, például az oltásregisztrációkba, különböző űrlapok kitöltésébe de hatványozottan igaz ez az egészségügy dolgozóira, akikre, akikre talán soha nem várt meg terhelés, sárult, és tényleg büszke vagyok rá, hogy különösebb panasz nélkül tudták, úgyhogy az az ő sem érkezett, hogy nem tudnak megbirkózni a feladattal, és a lakosság részéről sem, hogy nem kapták meg a megfelelő ellátást. Mivel az adóbevételek a tervezethez képest is nagymértékben mértékben visszaestek, így az önkormányzatnak nyáron újra kellett alkotni a költségvetést. Így csak a pályázati forrásoknak köszönhetően sikerült fejlesztéseket megvalósítani levélen, elsősorban a Magyar Falu program keretében. Itt több mint 30 millió forintot nyert a település, aminek keretében megújult az Orgona és a Víztorony utca. Ez közbeszerzés történt, de folytatódott a temető felújítása, ezúttal egy új járda építésével. Az idei év sem lesz egyszerűbb levél községének. A főbb fejlesztéseket ezúttal is pályázati forrásokból tudják majd megvalósítani. Ilyenek lesznek a további útfelújítások, amik többi között a mező érintik majd, de fejlesztik a helyi óvoda udvarát, valamint az elkövetkezendő évek egyik legnagyobb beruházása egy egészségház. Ez építése lesz, ami az Ág utcában található üres területen kapna helyet. Évek óta láttuk már, igazából voltak olyan céljaink a gazdasági programunkban, a községtelepülésfejlesztési fejlesztési programjában is, hogy az orvosi rendelőnket korszerűsíteni kellene. Elértünk oda szakemberekkel, megvizsgáltuk, hogy ennek a korszerűsítése ez már nem költséghatékony, és gyakorlatilag a jelenlegi szakmai feltételeknek sem felel meg, és bízunk benne, hogy lehetőség nyílik egy, egy, egy modern, minden igényt kielégítő egészséghez építésére. A remények szerint pályázati forrásból két év alatt sikerül elvégezni az egészségház beruházását, ahol méltó helyet kapna a település egészségügyi szolgáltatása. Mindezek mellett folyamatosan zajlik az önkormányzati telkek kialakítása, aminek keretében 51 telket alakítanak ki a volt tsz szemben. Ezek között 30 önkormányzati telek lesz, amiket a tervek szerint tavasszal pályáztatnak majd meg.